Szépen tessék leírni egymás mellé. Figyelj a rendező távolságot, kihajt, ne legyen sok egy sorban. Aztán lesznek olyan képekös szavak, amelyeket végig kell elérni szépen sorba. Ha ezzel is készen van az első sor, akkor pedig ezt a három mondatot a másodjában átüresünk. Második osztályosoknak matematika van a táblára felírva, összeadások, kivonások, illetve látszámolás. Ezeket kellene szépen a táblára lemásolni, ha lemásoltad, akkor pedig fölírva, vagy pedig az eredmény odaírva kiszámolni. Harmadik osztályosoknak ott van előttük a térkép. Itt van felhelyezve Magyarország nagy térképe. A színek szerint jó lenne, ha kiszíneznétek az országhatárt, a vizeket kékre, a hegyeket barnára, és zöldre pedig a síkságot alföldre. Negyedikeseknek pedig a könyvet a 126. oldalon kell kinyitni, és a 65. oldalon fogok elolvasni. Kezdjük a tanulás, amely előre fordul, és dolgozik. Jó, Rolándot kezdve olvasni. Iskolában a tanító néni így köszöntette a gyerekekkel az adventet. A tanulók nevüket küzdte egy lapra írták, és mindenki kihúzott magának egy gyereket. Azután minden nap, mert minden nap ilyen gyereket egy kis meglepetés készítették, egy kis körülmet szereztek annak, akinek a neveit kihúzták. De akkor is a pont különbözőnek nevét húzták ki, akik nem nagyon szívesek. Hány hét felkészülési időszaka? Hány gyertyát rajta? Mikor gyújtjuk meg őket? Minden vasárnap együtt. Jó. Folyott. Gergő? Tisza. Nagyon jó. Te gyerek a másik nagy folyamban? Duna. Ez félig Magyarországon, félig a Júlia-Mája Ausztrián. Fertőtó. Következő